Nyári foglalkoztatás, idénymunka vagy munkahelyváltás nem áll meg ilyenkor sem az élet. Azonban figyelniük kell a munkadóknak, mert a NAV folyamatosan ellenőrzi a szabályos foglalkoztatást. A hivatal munkatársai folytatják a nyári ellenőrzéseket különös tekintettel a szabályos foglalkoztatásra. Az utóbbi idők tapasztalata az, hogy a szabálytalan foglalkoztatások mennyisége eléri lassan a nyugtaadás mulasztásával kapcsolatos szabályszegések mennyiségét. Ez azt jelenti, hogy általában az alkalmi munkavállalóknál nem jelenti be a munkáltató a dolgozót, vagy hanyagságból, vagy szándékos mulasztás történik. Ha lebuknak, akkor mindenkinek megvan a maga története, hogy miért járt el szabálytalanul, mondja a szóvivő. Leggyakrabban az akadozó informatikai alkalmazásra, a könyvelő hibájára, az alkalmazott önhatalmú munkába állására vagy kényszer helyettesítésre hivatkoznak. Azonban komoly következményei lehetnek egy-egy esetnek. Oda kell figyelni a foglalkoztatottak szabályos munkába állására. Nagyon fontos, hogy a munkába lépés előtt történjen meg a dolgozók bejelentése. Augusztustól a szabálytalan foglalkoztatás bírságtétele 1 millió forintról 2 millió forintra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy ha a hivatal munkatársai szabálytalan foglalkoztatást állapítanak meg, akkor minden egyes szabálytalanul foglalkoztatott dolgozóra akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak a munkáltató felé. A súlyosan mulasztók a bírság mellett utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Ezért a jegyzőkönyv átvételét követően a lehető leggyorsabban érdemes a tényleges forgalomhoz igazítani a bevallásokat és a fizetendő adót. A revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhető a korábban be nem vallott adó, mondja a NAV Baranyai sajtóreferense.